És ezzel is megkérjük a ma este főszereplő első fényhízik a vendégcsapat összeállítása, 33-as mezben Csümmeri Gábor, 2-es mezben Sarai Lence, 5-ös mezben Márk Ádám, 12-es mezben Kovács József, 31-es mezben Bósi Zsolt, 23-as mezben Belzer Márk, 3-as mezben Szabó Szabolcs, 4-es mezben nagy szeretettel köszöntöm a Futsal Hungary nézőjét. Ferencváros, Kecskemét, az FTC Futsal Fischer Klíma szkorgol Kecskeméti FC az MB2, Futsal MB2 keleti csoportjának felsőházából. Az első forduló, és gyorsan ismerkedjünk meg a két csapat összeállításával. A kecskemétiek kapujában 33-assal Csővári Gábor, előtte Sallai Bence, Márk Ádám, Kovács József és Dobosi Zsolt. A cserepadon a cserekapus Pelcer Márk, mezőnyjátékosok Szabó Szabolcs, Daróczi Dominik, Subka Zsolt, Macelka Gábor és Marozsi Gábor, a vezetőedző Kós Károly. Ferencváros kapujában ma is Tóth Gyula, előtte Soltész István, Ribeiro Roni, Cseri Gergő, Temesi Norbert, kispadon Bajusz Szabolcs, Családi Péter, Benedetta Benyámin, Szabó Zsolt, Soltész Dominik, Dávid Tamás és Jenei Krisztián. Ferencváros kispadján ma nem ül vezetőedző, ugyanis Mahalek Attilát és a vezetőedzőt Felipe Matoszt is eltiltották az előző mérkőzésen. Így a játékosok egy kicsit magukra vannak hagyatkozva, de majd láthatjuk, hogy itt közelből azért Felipe Matoszt tud tanácsokat adni a többieknek. Na és amiért érdekes volt ez az összeállítás, hát kezdjük a Ferencvárossal, mert ott van több érdekesség. Sok távozó volt itt az előző időszakban, és a legfájóbb távozó Öreglaki Norbert távozás, aki 35 gólt lőtt az alapszakaszban. Őre már nem számíthat a Ferencváros, hiszen a Dunaújvárosban, az NB1-es Dunaújvárosban folytatja a pályafutását, és már az NB1-es dobogóért küzd az NB2-es helyett. Érzékeny veszteség ez a zöldfehérek számára, és ráadásul ugye nem csak ő ment el a téli átigazolási időszak során, azt már korábban említettem, hogy Bita László, Japatinyi Márk és több játékos is távozott a Ferencvárostól. Viszont van egy új név, akire majd mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, és az nem más, mint Soltész Dominik, ő Soltész Istvánnak az ikertestvére. Soltész Istvánnal már azért megismerkedhettünk itt az ősz folyamán, sok mindent láthat, sok szép megoldást láthattunk tőle, és hát röviden csak annyit tennék hozzá, az ikertestvére, Soltész István ikertestvére, Dominik sem ügyetlenebb, de nem szeretném én dicsérni, majd meglátjuk, hogy mit mutat ő a pályán. Rajta kívül még két új név a Ferencvárosban, 7-essel és 22-essel, 7-essel Bederna Benyámin és Dávid Tamás,
Bederna Benjamin mindössze 16 éves, de még Dávid Tamás sem töltötte be a 18. életévét, ő 17 éves. Mind a ketten a Ferencváros U18-as csapatából érkeztek föl. Nem mellékesen egyébként a csapatnak a két legeredményesebb játékosáról, legalábbis az U18-as csapat két legeredményesebb játékosáról beszélünk, miközben elkezdődött a találkozó. Nyenei remek felpassza Roni felé. Temesi. Roni szép játékszabóval, ott lehet az első zicser, és vezet is a Ferencváros. Gyönyörű játék volt a 13. percben Roni Ribeiro góljával. Na végre futszát láthattunk. Majdnem 13 percet kellett rávárnunk, egy gyönyörű játék. Jeneitől indult. Temesi, Szabó összjáték, és Roni érkezik a végén. Nagyszerű befejezés. Ez igen. Cseri megelőző szerelése után Csővári dobja ki a labdát. Megtalálta elő a Macelka Gábort. Tóth Gyula figyelt. Szépen tartotta meg Temesi, vihet egy az egyben. Temesi még ott a helyzet, és bent van! Megszerzi a második gólját a Fradi. Kis szerencsével, de csak begotort a Temesi. Kétszer is szerencséje volt Temesinek, mert rávezette egy az egybe, de igazából utána rossz döntést hozott. De aztán lendület vitte tovább, majd még egyszer oda pattant hozzá a labda. És aztán harmadikra, ha már nem tudott vele mit csinálni, akkor berúgta a kapuba, ahogy a régi mondás tartja. 2-0-ra vezette a Ferencváros, és a Kecskemét kért időt. Letette már a labdát Jenei, most szerencséje volt, hogy nem számolt a játékvezető. Szépen hozta ki a labdát a Fadi. Egészen idáig. Kemény összecsapás, Dobosi viszi tovább. És ott a szép ütőgól Sallai Bencétől. Az első igazi helyzetét berúgja a Kecskemét a 16. percben. Sallai Bence. Nagyon kemény összecsapás volt itt Soltész Dominik és Dobosi Zsolt között. Soltész egy picit inkább most a reklamálással foglalkozott, ahelyett, hogy visszazárt volna időben. Aztán a Kecskemétnek is volt egy kis szerencséje, hogy Sallai elé került a labda, aztán szépen kihasználta ezt a helyzetét, úgyhogy itt nyíltabbá válik megint a találkozó. Rani, Szabó. Rani. Szépen járatt a körbe a Fradi, de jól védekezett a Kecskemét is. Szabó Zsolt. Rani. Jenei középre. Cseri a szép felpassz volt, és kapja vissza a labdát. Gyönyörű gól! Jenei és Cseri összjátékából a 25. percben megvan a harmadik Fradi gól. Megint futcát láthattunk. Ez igen. Cseri a hibátlan felpassz után nem elégedett meg, elindult, fölfutott a támadással, és megkapta a jutalmát, tökéletesen kapta vissza Jeneitől a labdát. És 25. percben megvan a harmadik Fradi gól. Temesi. Jenei is újra a pályán. Ronival együtt. Soltész István a szép, az remek. Ebből 2-1-ben mehet a Fradi, és lejátsza. Temesi érkezik a hosszú, megszerzi saját maga második, és a Fradi negyedik gólját, és ezzel azt hiszem eldőlt a mérkőzés. 30. percben egy gyönyörű Soltész István megvillanás.
nagyszerűen vitte el a jobb oldalon, megvert két embert, és aztán nagyon önzetlenül lejátszotta a hosszúra. Ez remek volt. És a Kecskemét rögtön időt is kér. Honi került nehéz helyzetben, és nem is tudta megjátszani egyik társát sem. Fölállhat megint 5-4-re a Kecskemét, de most már majdnem a fele eltelt azóta annak az időnek, amennyire volt a Kecskemétnek, hogy 5-4-ből felzárkózzon. És egyelőre egyetlen egy lövés jött ki belőle, veszély igazából nem. Cseri húzza kapura labdát, és bent is van! Cseri Gergő megszerzi a második gólját. Temesi után ő is duplázni tud a 35. percben. Nem gólt lő, hanem gólt kap 5-4-ből a Kecskemét. Hát már 4-1-nél is azt mondtam, hogy eldőlt. Azóta eltelt 5 perc, és 0-1-re hozta le a Kecskemét ezt az időszakot, úgyhogy most már lassan tényleg elkönyvelhetjük a 3 pontot a Fradinak. Ferencvárosnak a futsal szakosztálya a holnapi nap folyamán. Este 6:30-tól a József Győr elleni NB1-es mérkőzés előtt. Közben Jenei húzza kapura a labdát, és neki is megvan a gólja. 36. percben Jenei Krisztián megszerzi a 6. Fradi gólt. Hát az 5-4-et egyelőre 0-2-re hozta le a Kecskemét. Nagyon hatékony a Fradi. Volt és szépen hoztak, és ezzel Roni mehet egy az egyben, és aztán nem tudta zicserbe hozni Bedernát, majdnem meglövette vele az első gólját. 10 másodperce van még a Kecskemétnek kontrázni, de Soltész labdát szerez, és így viszont 7 másodperce van még a Soltész révén a Fradinak is, hogy betaláljon. De mellé lőtte a Fradi 8-asa, és ezzel gyakorlatilag az utolsó érdemre említésre méltó eseményt láthattuk. Találkozón véget ért át a találkozó. 6-1-re nyer a Fradi, mégpedig úgy, hogy 10 perc elég unalmas találkozót követően a 13. percben egy gyönyörű futszálos támadás végén Roni Ribeiro talált be. 2 perccel később Temesi Norbert növelte a Fradi elényét, megint 2 perc elteltével Sallai azonban szépíteni tudott, így 2-1 volt a szünet. A második félidőben azonban egy gyönyörű Jenei cseri összjáték után utóbbi talált be, majd megint egy szép Fradi támadást láthattunk. Soltész passzából Temesi volt eredményes, ezzel 4-1 lett, és gyakorlatilag eltölt a találkozó. Kecskemét átállt 5-4-es játékra, amiből aztán kapott még 2 gólt. Cseri és Jenei is betalált egy-egy egész pályához közeli találattal. Fradi tehát győzelemmel kezdte a rájátszás felső házi részét, és 5 pont előnyel van most a Kecskeméttel szemben. 10 nap múlva a harmadik helyezett Kartallal csap össze, amely a hétfőn nyer, akkor 3 pontra megközelítheti a Fradit, illetve tarthatja a 3 pontos különbséget, és akkor azon a találkozón mehet majd az egyenlítésért. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, Rég Zoltán kollégám nevében, és tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!